Szabálytalanul parkoló külföldi rendszámú autót rengeteget láthattunk az elmúlt években Moson-Magyaróváron. Korábban nem igazán tudtak mit tenni a VÜV munkatársai a blitzelők ellen. A helyzet azonban egyre jobb. Pár éve az osztrák szabálytalankodókat már utol tudják érni, ám a jövőben már a szlovák autósok sem úszhatják meg. Összességében tekintve ugye a legnagyobb falat volt az osztrák, hiszen a külföldi autóknak a 70%-a osztrák rendszámmal parkolt, amíg 2012-ben egy éves szinten egy 1400 darab pótdíjat helyeztünk ki, és annak csak a felét tudtuk behajtani. Most 2016-ban már csak a felét, tehát egy 50%-kal kevesebb pódiat helyeztünk ki, és érdekes módon az 50%-kal kevesebb pódinak a 80%-át automatikusan maguktól befizették, hiszen amíg a pódi egy 10 eurónak felel meg körülbelül, az ügyvédi iroda ilyen 80-100 euró körüli összeget postáz ki a pódíjbe nem fizetőknek, úgyhogy rájöttek az osztrákok is arra, hogy ezzel nem érdemes játszani. Nagyon bízunk benne, hogy a szlovákoknál is majd a hasonló hatást el tudjuk érni. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. Ugyanis együttműködést kötött a londoni székhelyű Euro Parking Collection nevű céggel, hogy a Magyarországon parkolási díjat meg nem fizető tulajdonosoktól a tartozást beszedjék. A Parkolókat Üzemeltetők Egyesületének 36 tagjából is a legtöbben ugyanezzel a céggel kötöttek szerződést, csak míg Moson-Magyaróvár a szlovák és az osztrák autósokkal küzd, addig délen a horvát vagy a szerb szabálytalankodókat keresik leginkább. Ez a londoni cég ez folyamatosan fejlődik, jelenleg Szerbia, illetve Horvátország került képbe, tehát nyilván ennek a pécsiek, a szegediek, a lentlakók örülnek. Mi ugye a szlováknak örülünk, illetve hát az északi városoknak a Szlovákia az, ami problémás, úgyhogy ezekre folyamatosan fejlődnek ők is. Az intézkedések eredményeként mintegy 80%-kal csökkent az osztrák blitzelők száma. Hasonló eredményt várnak most a szlovák rendszámú autók esetében is városunkban. Igaz, a tapasztalatok alapján kell 1-1,5 év, mire rájönnek a külföldi autósok, hogy nem éri meg már jegy nélkül parkolni, hiszen megtalálják a tulajdonosokat és behajtják a büntetést.